Senkinek nem szóltam, hogy lelépek. Igaz, senki le se szarta. Kitty az első osztályra vett jegyet. Azt mondta, segít. Kihúz a retekből. Egy percet nem gondolkodtam. Kiszoktam az otthonból, hogy menjek vele Hollandiába. Azt mondta, hogy a faszia bevisz minket egy ilyen puccos elitdiszkóba pultozni. Két nap múlva már Hágában voltunk. Üzletben. 400 euró mínuszról indultunk. Meg kellett csinálni minden nap 20-30 ügyfelet. Szopás 20 euró, dugás 50 euró. Meg voltak még ilyen extrák is. Ha meg valamit rosszul csináltam, akkor Mária ütötte, verte a fejem. Kihasználás volt a cél, ott is a pénz, hogy mindene meglegyen. Soha nem vettem észre, és nem is tudtam róla, hogy ez létezik, és hogy ez tényleg, ez itt játszódik körülöttünk. Hát nekem még mindig az, amikor ugye föl lettek hívva a rendőrök, és hogy konkrétan nem lehetett vele semmit se csinálni. És az olyan megdöbbentő volt. Hát tulajdonképpen fölnyitja az emberek szemét társadalmunk egyik hatalmas problémájáról. Nem olyanok, mint mi. Mert mi nehezebben kerülünk ebbe az egészbe bele. Sajnos egyre több az ilyen eset manapságban, hogy most már csak ezzel találkozni, hogy a lányok már csak ezt tartják akár B-tervnek. Mindig van másik lehetőség.